Szerintem Brüsszelben akkor érzi magát a legjobban az ember, hogyha kimegy az EU-s negyedből. Az a leglehangolóbb rész az egészben. Viszont amint elmegy a szomszédos utcába, ahol már az afrikai negyed kezdődik, vagy átmegy a csatornán, ahol a marokkói negyed van, akkor rögtön megérti, hogy miért lehet beleszeretni Brüsszelbe. Monsieur, c'est quoi cette musique? C'est très bon. Ah, c'est un jazzman, il s'appelle Joshua Redman. A taxival kimentünk a Forêt negyedbe, a Wales-be, ami Brüsszel egyik legizgalmasabb kiállítótere. Az épület korábban sörgyár volt. Kozma Zsolttal találkozunk, aki aktív a magyar művészeti életben, és Brüsszelben is azt tervezi, hogy nyit egy kis bemutató termet. Szerinte itt nagyon komoly a befogadó közeg. Tehát mit tudom én, itt ülsz egy kocsmában, és 10-20 éves fiúk, lányok még arról beszélnek, hogy ja, meg nyílik este egy ilyen új bemutató, be kéne ugrani, nem, meg kéne, igen. És akkor ez, aha, tehát hogy van egy ilyen közeg. És hogy nem csak a fősodor létezik, hanem vannak emberek, akik láthatóan esélyük sincs, hogy bekerüljenek, és nem is foglalkoztatja őket, hogy bekerüljenek a fősodorba. Nem csinálják, mert ez az életük, és megvan a közönségük. Vasárnap délután 4-re a Saint-Gilles önkormányzat előtt találkozunk, írják a webben. Odamész, fizetsz 5 eurót, mert magánembereknek költsége volt erre a dologra, és akkor körbejársz magánemberek lakásába, akik azt gondolják, hogy az jó nekik, hogy a lakásukba beengednek vadidegen embereket, akik ott megnéznek egy szobába egy kiállítást, vagy egy performance-t. Ezek a Balatonnál készültek, ez például én vagyok. Ez a videós sorozat tulajdonképpen erről a nomád életformáról szól, amiben én élek. Tehát, hogy mindenhová viszem magammal a saját emlékeimet, de ugyanakkor nem turista vagyok, hanem mindenütt otthon kell, hogy legyek. Tehát ennek az egész sorozatnak az a címe, hogy Local Everywhere. Csáki Marian képzőművész, miután visszajött Európába egy hosszú ázsiai tartózkodás után, megértette, hogy a szabadúszó életmód nem működik tovább a válság miatt. Több helyre pályázott, és egy brüsszeli művészeti magániskola ajánlott neki állást. Heti 3 nap munkával keres annyit, hogy továbbra is tud alkotni és utazni, ami a lételeme. Ez például az apám, és ott színes negatívban meg én állok. Brüsszel számára csak egy átmeneti állomás. Kisvárosias, és ez a művészetre is jellemző azért, bár a utóbbi években nagyon sok galéria ide költözött, Németországból, Párizsból, New Yorkból, mert nagyon kedvező feltételeket teremtettek számukra, másrészt pedig a holland és flamand műgyűjtők nagyon híresek, hogy nagyon sok pénzük van és nagyon sokat vásárolnak. De azért az itteni művészet egy kicsit konzervatív, tehát azt mondanám, kicsit unalmas. Kicsiben hozza ez a város azt a multikulturalitást, amit én nagyon, ami nekem az életet valamint. Tehát, hogy nagyon-nagyon szeretem Londont, általában szeretem New Yorkot, rettentő jó Berlin. Csak ilyen belátható, meg bejárható mérete van ennek. Tehát, nagyon csavaros, ilyen gírbe-gurva város. Iszonyú büszke voltam, amikor 3 év után rájöttem, hogy nem szabad megpróbálni levágni semmilyen. Ezért akkor sem látod, hogy oda megyek, az a sor, most inkább oké emlékezni, nem menj el, nem fogsz oda kerülni. Zsolt angolt tanít egy olyan program keretében, ami a munkanélkülieknek biztosít 60 órányi nyelvtanulási lehetőséget. Brüsszelben a jogszabályok erősen védik a munkanélkülieket. A rendszer nem engedi, hogy lecsusszon valaki azért, mert elvesztette az egzisztenciáját. Zsolt mindig egy-egy tanulónak tart órát, és a vietnámi építésztől kezdve a híres belga színészen át az olasz szakácsig sokféle ember megfordul nála. Zsolt egyik szenvedélye a főzés, ami tökéletes nyelvtanulási téma. Itt van a Jack O'Shea's, ugye a hentesnek a két lerakata közül az egyik. Ez az a figura, aki az anyagi romlásomnak a legfőbb okozója, mert olyan árakon, tehát csak ez egy olyan hús, amit egyszerűen máshogy nem látsz. Ez pont ugyan érlelve, pont ugyan vágva. Ezek meg jönni. Yeah, what's happening here? That's the birthday of the basketball. Oh, all right. Ez a hely, ami egy híres hely Brüsszelnek. Ez ma 50 éves, és ingyen van a sör meg a pezsgő. Belgium az egy nagyon jól működő, bejáratott demokrácia. Például azt sem lehetett egy
percig sem észrevenni, hogy másfél évig nem volt kormánya Belgiumnak. Mert minden ugyanúgy működött, minden jól működött. Persze, akik itt élnek, azt mondják, hogy ez sem működik jól, meg az sem működik jól. Ennek az egész ilyen németalföldi környéknek van egy ilyen számomra nagyon szimpatikus tulajdonsága, ez az, hogy hiányzik belőle a hivalkodás. Tehát, hogy olyan hivalkodó embereket látsz, azok véletlenül nem innen vannak. Tehát, hogy nem egy New Yorkban elmegy egy buliban, ott is sok helyen voltam, akkor ugye azzal kezdődik, hogy megnézik, hogy mivel öltöztél, milyen órád van, és a második mondat az arról szól, hogy egyébként hol vagy és milyen pozícióban vagy, és ennek megfelelően eldöntik azt, hogy érdemes-e veled tovább beszélgetni, vagy sem. Ez itt abszolút nincsen. Az egy visszatérő élmény volt már az elején, ami óriási volt, és nagyon jó esett, hogy az ember teljes bulikat, meg teljes estéket végigcsinál, állati jó beszélgetésekkel, és nem derül ki, nincs lekáderező, és te sem kádereződ a másikat, hanem az számít, amit ott és akkor mondasz, és akkor kiderül, hogy mit tudom. Hát ez a Nemzeti Bank elnökhelyettese volt, a másik a büntető főbíró, meg a brüsszeli önkormányzat, ez a urbanisztikáért felelős tanácsfőnöke. Nekem Belgium egyre jobban hasonlít Magyarországra egyébként. Az egész mentalitás. Ezt tudni kell, hogy azt hiszem, hogy az életük és a hétköznapjaik alapját képezi ez a flamand vallon ellentét. És ez a mi és ők, az idegenhez való viszony, ez sokkal régebbi, mint a nagy migrációs hullám. Ha nem is nevezném ezt gyűlöletnek, mert azért ez nagyon árnyalt, hogy ez a két csoport hogyan viszonyul egymáshoz, de van ez a mély megosztottság. Na most ezt át lehet fordítani a magyar viszonyokra. És ezen nagyon jól el vannak ők. Ugye nézzeket, hogy milyen igazi hiteles brüsszeli kocsmába kéne menni, és ez volt az egyik, amit mondtam, a Le Coq. Ez még a helyiek szerint a hagyományos régi brüsszeli kocsmák egyike, a Le Coq. De végül nem a Le Coq-ba mentünk, hanem helyette a város állítólag legkozmopolitább kocsmájába. A tulajt a taxisok csak úgy emlegetik, hogy a magyar a bizottság mellett. J'étais étonné de voir comment je ressens les Hongrois. Je crains une chose, c'est que je vais oublier au fur et à mesure la langue, parce que je ne la pratique pas assez. Jaj, kis macska, gyere. Magyar macska. Lajos nem töltött hosszú időt Magyarországon. Az, hogy 65 évesen így beszéli a nyelvet, annak köszönhető, hogy édesapja magyar volt. Én csak kétszer voltam Magyarországon nyaralni. Egyszer Balatonon, és másodszor meg Pesten, amikor még éltek a nagyszüleim. De nagyon tetszett nekem a Magyarország. Prálom, Budapest, az gyönyörű szép. Most vissza akarok menni áprilisban. Család sajnosan nincs, de már ismerem például a Corinthia hotel szállodát, Gellért szállodát, úgyhogy van egy hely, ahova menjek mulatni a fiammal. Véletlen vagy sem, az élet úgy hozta, hogy Lajos egyik alkalmazottja erdélyi származású, Nagybánya közelében született. You can sing us a song, az a szép, az a szép. Come on. Attends, je te montre quand j'écris des chansons. Hongroise ou Hongroise, mais c'est comme on écoute, hein. Oui, phonétique. Et j'ai demandé à un client hongrois, je voulais toujours savoir chanter aux oseilles. Oui, il est là. La mozenyem sötét kék, meg sem vagyok, a bálnak elégszek. Az a szép, akinek a szeme kék, akinek a szeme kék. Fekete. Szeme, c'est pas fekete, c'est szeme kék. À la fin, c'est plus kék, ça change en fekete. Nem tudom, ilyen pisilnek. Itt van ilyen sok kocsma, és nyilván emberek mentek hazafelé, és leugyozták a templomfalat, és hát ez nem illik. Ezt lehet büntetni, meg lehet odállítani rendőrt, aki rávág az emberre, meg lehet mindenféleket csinálni. De azt mondja, hogy mindenki itt fújt, azért kerítsük el, és akkor legyen ott a WC. Itt Brüsszelben a legszebb dolog az, ahogyan lemegy a nap. Én mindig nagyon szerettem a Magritte-nak azokat a képeit,
amelyeken olyan az éjszaka, hogy fönn van a hold és a csillagok, és az ég mégsem sötét. Magritte az itt élt Brüsszelben, itt dolgozott, és addig, amíg nem költöztem ide, addig azt hittem, hogy ez egy gyönyörű, személyes átélése ennek a világnak, és megváltoztatása a realitásoknak. És akkor, amikor ide költöztem, akkor rájöttem, hogy nem, itt Brüsszelben így megy le a nap. Visszaér incontro Orbán Merkel. A híres és retteget versenyvizsgát évente írják ki. Az első körre, ami egy válogató, több tízezren jelentkeznek, közülük körülbelül 100-nak sikerül.